Van nálam egy bögre kávé, úgyhogy remélem ebben a videóban nem iszom le magam, mint a múltkor. Sziasztok, Matilda vagyok, és egy hónapon belül már megint TBR videót készítek. Vagy két hónapon belül, tök mindegy. 3 évig nem volt TBR videó, és akkor most hirtelen elkezdenek fölugrani a csatornán. A mai videóban arról a néhány könyvről szeretnék beszélni, amiket a könyvkemping readathon alatt szeretnék elolvasni. A könyvkempinget egyébként Eszti hozta létre, és ilyen közös booktuberes projekt lett mostanra, és tavaly összecsinálták az első kört, amiben én nem tudtam részt venni, leginkább az egyetem miatt. Tehát, hogy konkrétan nem voltam résztvevője az eseménynek, de azért követtem nagyjából. És most, március 29-én megint lesz ez az egyhetes olvasási maraton, úgymond. Ennek igazából az a lényege, hogy ez ilyen abszolút no stress, semmi kötelezettség nincs ebben a readathonban. Vannak bizonyos pontok, de inkább az egésznek az a lényege, hogy így közösségi esemény. És most ugorjunk fejest egy könyvkempingbe is. Majd be fogom linkelni a leírásba a bejelentő live-ot, és szerintem a molyos zónát, ott nagyjából minden információt mellékesen meg tudtok találni, ha nem vagytok már a Discordunk tagja, akkor a Discord link is bent van, mert leginkább a Discordon vagyunk aktívak, és ott van egy külön szoba, ahol az egész szervezése és lebonyolítása, meg ilyen-olyan dolgok működnek. Úgyhogy azokat nézzétek meg, hogyha részletesebben szeretnétek róla tájékozódni. Meg azt hiszem Andinak van egy őszi könyvkempinges lejátszási listája, majd azt is megkeresem és belinkelem. Ez a kávé a kezemben nem lesz jó. Eszti csinált egy térképet az idei könyvkempinghez, és én utólag tudtam meg, hogy kinyomtatható verziót is csinált, mindegy, én megrajzoltam saját magamnak. Így néz ki. Szóval ez a kis térképünk, és úgy néz ki az egész könyvkemping, hogy van 10 pont, ebből, hogy is van, 2 plusz 8 pont van igazából technikailag, mert van 2 úgymond kötelező, de ezen a readathonon semmi nem kötelező, és akkor úgy van, hogy 6 pontot kéne összesen teljesíteni. És akkor én összeválogattam néhány könyvet, amivel ez lehetséges lenne. Mivel ugye az egyhetes olvasás, így nem tudtam, hogy nem akarok olyan túl sok könyvet beválogatni, mert nekem a tavaszi szünetem nem is azon a héten lesz, hanem utána héten, úgyhogy az úgy nekem ilyen szempontból nem jó, mert 1-2 órám azért lesz így. De akkor nézzük is. Kezdem a közös könyvvel. A közös könyv a fák titkos élete. Ez a könyv több pontra is jó. Én, amit magamnak felírtam, az a sprint, azaz egy gyorsan olvasható per rövid könyv, a tanösvény, mint hogy ismeretterjesztő, és a komfortzónán kívüli, ami a hálózsák pont. Ez az a 3 pont, amit ez a könyv pipálna nekem, hogyha ezt is elolvasnám. Egyelőre úgy tervezem ezt az egész readathont, hogy elolvassam ezt a könyvet. Jelenleg még nincs a birtokomban, amikor ezt a videót felveszem, majd igyekszem orvosolni, mire a könyvkemping elérkezik, úgyhogy addig majd ide vagy ide bevágom a borítóképét. Mivel a másik 2 könyv, amit választottam a TBR-ba, kiüt 6 pontot, csak úgy magában, simán, ezért nem fogok restresszelni, hogy ezt is elolvassam, a fák titkos életét, mert igazából maga a teljesítésem meg lesz enélkül is, azért majd igyekszem, mert szerintem az is egy nagyon jó élmény lenne, hogy tényleg a közös könyvet és annak a... Szóval ugye a közös könyv kibeszélő is lesz live-ban, és az is biztos tök jó élmény lenne, hogyha azon is részt tudnék venni, mint hogy úgy, hogy olvasom a könyvet, de erre én most így nem kötelezem magam, hogy meglátom, hogy alakul így a március vége, április eleje nekem, hogy belefér-e abba a hétbe ez a könyv is, vagy sem. Akkor a következő könyv, a második, vagy első, attól függ, hogy számolom most, amit biztosan el szeretnék olvasni a könyvkemping alatt, az Tracy Baptiste-től a The Jambies, ezt így mutatom, ez nekem e-könyvben van meg, de majd bevágom a rendes borítóját, mert nagyon-nagyon szép a borítója. Van egy nagyon-nagyon kedves prompt a readathonon, ami pedig az, hogy még 10 perc, ez annyit akar, hogy egy olyan könyvet fejezel be a readathon alatt, amit még előtte kezdtél el. És én úgy tervezem, hogy ezt a könyvet, a Jambies-t elkezdem majd még előtte héten, és akkor biztos, jobban biztos vagyok benne, hogy a fák titkos élete belefér a magában rendes hétbe, mert hogyha azon a héten kezdeném a Jambies-t, akkor nem biztos, hogy 2 viszonylag hosszabb könyv is beleférne.
Szóval a még 10 perc pontra ezt szeretném hozni, majd úgy időzítem, hogy jól olvassam. Azután a válogatás kazi ponthoz is, ami annyit akar, hogy egy listáról, valamilyen, akármilyen listáról vagy válogatásból egy könyv, és a The Jambies azért jó, mert én ugye vezetem most ezt a Barangolás Amerikában kihívást, és videós sorozatot is most már, és ez egy Trinidadi könyv. A szerző Trinidadi, a könyv is az, és nekem erről volt egy listám, hogy mik azok a könyvek, amit én el akarok olvasni magához a Barangolás Amerikábanhoz, és ez rajta volt, úgyhogy így válogatás kazi. Illetőleg a kincses láda pontot is ehhez a könyvhöz fogom sorolni. A kincses láda pont annyit takar, hogy egy számodra különleges könyv akármilyen okból. És most azért választottam ezt, mert nagyon random és véletlenül találtam rá erre a The Jambies-ra, úgyhogy meglegyen nekem, mert egyik nap fogtam magam és elkezdtem beírogatni a saját Barangolás Európában és Barangolás Amerikában listáimról a könyveket, hogy hát, ha valamelyiket megtalálom Amazonon olcsón, Amazonon sokszor leszoktak lenni akciózva az e-könyvek. És ezt írtam be elsőnek, és kidobta, és $2,5 volt, és így azonnal rányomtam, hogy akkor ez most nekem kell. És ennek egyrészt nagyon örültem, másrészt ez így most... Számomra ez azért különleges most ez a könyv, mert hogy Trinidadi szerző, és tökéletes a Barangolás Amerikában sorozatomhoz, és tök véletlenül pont le volt akciózva, amikor ránéztem, és így meg tudtam venni olcsón, és nem majdnem annyiért e-könyvben, mint ha megrendeltem volna fizikálisan. És ennek most nagyon örülök, és ezért most ez a könyv nagyon különleges számomra. És azért is, mert így majdnem egy hónap különbség lesz az első és a második Barangolás Amerikában videóm között. Tehát, hogy nem egy ilyen fél év, mint ahogyan Barangolás Európában szokott lenni. És ennek most nagyon örülök, úgyhogy ezért most ez a könyv különleges számomra. És a harmadik könyv, amit szeretnék olvasni, a Rindaton alatt, időközben rájöttem, hogy erre 4 pontot tudok rátenni, tehát gyakorlatilag a 6 kötelező, vagy a 6 teljesítendő pont helyett 7-et fogok. Biztosan. Ez a könyv Hétvári Andreától a Pettyes Katicám, nem tudok beszélni. Ez egy nagyon pici, vékony verses kötet egyébként. Tehát ez jó megint csak a sprintre. Jó az otthonról hoztam pontra, amivel magyar szerző, és annak az a lényege, hogy a saját országodból olvas. Illetőleg a vízpart ponthoz, mert az, hogy egy vízről szóló könyv, vagy kék borító, ennek kék a borítója. És a másik kötelező pont, ami a fotóalbum, ami azt akarja, hogy képregény per képes könyv, ami olyan 50%-ban képeket tartalmaz. Na most ez egy fullosan illusztrált, nagyon rövid kis gyerekverses kötet, úgyhogy ez ide is jó. És igazából a hálózsák pontra is szinte jó, mint a Fáktitkos életem, mert nem vagyok egy nagy verses kötet olvasó, és ez egy verses kötet. Úgyhogy igazából így is lényegében komfortzónán kívül van ez a könyv is. És igazából így az egyetlen pont, amire nincs jelenleg könyvem betervezve, az a Csillagok között, ami vagy skifit jelent, vagy pedig valamilyen eredetet, csillagokban megírt sorsú történetet, de mivel csak 6-ot kell a 10-ből, ezért ezen se stresszelek most. Az külön egy megnyugtató tudat, hogy ezt így tudom, hogy a közös könyvön se kell stresszelnem, mert anélkül is megvannak a pontok, és hogyha tényleg ezzel, hogyha ezt a 2 könyvet, a Jambies-t meg a Pettyes Katicásat kiolvasom, mármint a Katicásat biztos kifogom kb. 50 oldal, és versek, akkor igazából nagyon egyszerűen van, majdnem akkor ott van tényleg egy hetem, hogy kiolvassam a közös könyvet, ami tök jó lesz, és tök megnyugtató így nekem, hogy nem fogom annyira érezni a nyomást, mert maximalista vagyok, és hogyha eltervezek valamit, akkor ezt végig kell csinálnom. Nem szeretném, hogy az legyen, hogy nem tudok elolvasni minden könyvet, amit beterveztem. Viszont a Fák titkos élete egyelőre még ilyen kissé kérdőjeles. Nagyon remélem, hogy bele fog férni, és hogy el fogom tudni olvasni. Akkor tényleg minden ilyen helyet, ami a további információkat tartalmazza a Readathonról, majd lent hagyom a leírásban. Ezt most így mutatom, ha már nincs Fák titkos élete nálam. Én ezekkel a könyvekkel készülök a könyvkempingre. És melegen van a pulcsikámban. Ja igen, mert ez volt a legjobb kempingezős öltözék, amit találtam. Mert hogy táboros. Félvértáboros. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!